Szeptember elején még javában zajlott az útfelújítás itt a 49-121-es úton, vagy ahogy a legtöbben ismerik, az Érpataki bekötő úton. A kétsávos szakaszt fejlesztésére a Magyar Falu program forrása biztosított lehetőséget, a mellékút hálózat korszerűsítésére elkülönített milliárdokból nyert Érpatak önkormányzata 493 millió forintot. Ez az első útszakasz országos szinten is, amely ebből a forrásból korszerűsödött. A felújításra 40 évet kellett várni a településen élőknek, szombat délelőtt azonban átadták az elkészült 5,5 kilométeres szakaszt. A jelentősége óriási egy útnak, ugye, mint ahogy az előző ünnepi beszédekben elhangzott, kis településünket köti össze a nagyobb városokkal, a megye összes területével, és természetesen ugye a megújult úton való korszerű közlekedés, az komfortérzetünk, az mindig a maximálisat teljesíti már most, úgyhogy ez nem is kérdés szerintem senki számára, hogy mit is jelent az út egy településnek. A fennmaradó közel 700 méteres szakasz felújítására már kapott ígéretet az önkormányzat. Ha azt is korszerűsítik, akkor egy másik útvonalon Nagykáló és Geszteréd megközelítése is egyszerűvé válik majd. Szombat délután egy másik, szintén Magyar Falu programos útfelújítást is átadtak a választókerületben, az Ömbölyi 49-133-as bekötő utat 480 millió forintból korszerűsítették. 40 éve várunk erre az útfelújításra, mert 1980 környékén volt komolyabb útfelújítás. Sajnos annyi, hogy kimarad még egy szakasz, itt a belterületi szakasz, a pályázat nem is erről szólt. Határátkelünk van szombatonként, azért lett volna jó, ha végig megépül. Jelentősége minden ember számára nagyon fontos, hiszen olyan úton közlekedtünk korábban, ahol már a kátyukat nem lehetett kikerülni. Rendkívül baleset veszélyes, és nagyon hálásak vagyunk ezért a kormánynak. Ezen a képen látható, hogy a beruházás az Ömbölyi település határig tartott. A közúthálózat felújításait három különböző programból tudják finanszírozni, közölte a közlekedés politikáért felelős államtitkár. A legfontosabb a komplex útfelújítási program, ez 2016-ban kezdődött. Először 106 milliárd forintot adott a kormány, majd még további 60 milliárd, illetve idén 16 milliárddal lesz megtoltotta. Ebből a autópályák, főutak, műtárgyak, tehát hitak, hidak, hátereszek, alsóbrendű utak teljes körű felújítása történik. Ezen túl fontos a terület és település fejlesztési operatív program is, amelyben az önkormányzatok javaslatai alapján választják ki a felújítandó főbb szakaszokat, illetve az idén indult Magyar Falu program hazai forrásából korszerűsítik a mellékút hálózatot. Idén 26 milliárd forintból, de jövőre már 50 milliárd forintos lesz a keret. A választókerület 57 pályázata lett sikeres a kistelepülések számára kiírt programban. Ebből a két legnagyobb mértékű, a két bekötő út felújítása volt, közel 1 milliárd forint értékben, közölte a térség országgyűlési képviselője. Az 55 kisebb pályázat az 720 millió forintot számlál. Ott temető felújítások, temető kerítés, óvoda, udvar, játszótér felújítás, közösségi tér felújítása szerepel, és minden olyan lehetőségből kapott a választókerületünk két-három lehetőséget, amely a Magyar Falu programban szerepelt. Gondolok itt ugye mikrobusz beszerzésre és nagyobb volumenű belterületi útfelújításra. A Magyar Falu program a következő évben is folytatódik, várhatóan az idei 150 milliárd forintos keretnél nagyobb forrással.